A Magyar Kanizsai Együtt Veled Értük Egyesület folyamatosan sikerrel pályázik itthoni és külföldi forrásokra, aminek révén fejleszthetik szolgáltatásaik körét. Július 1-én indult és az év végéig tart a NISZ részvénytársaságnál beadott nyertes pályázatuk, amelynek köszönve a község településeinek rendezvényeit látogatják meg. Ki dolgoztunk egy programot, amelynek a lényege az az, hogy készítettünk, illetve készült egy prezentációs anyag. Ez a prezentációs anyag egy videóformában, amelyhez különböző technikai felszerelések szükségesek, illetve a műhelyünkben folyó munka kerül ki, így mond, a terepre, amely már ismert az emberek előtt, de inkább a kanizsaiak előtt, mert azok a rendezvények, amelyeken eddig voltunk, azok inkább kanizsaiak voltak. Így most ki tudtunk menni a településekre, és ott kézműves foglalkozásokat tartunk. Az ott élő fiatalok megismerkedhetnek azokkal a fiatalokkal, akik közöttük élnek, és valami véget az átlagtól eltérőek, akikkel eddig esetleg nem nagyon találkoztak, vagy csak a mi kombinkon keresztül, a kombinkba utazva találkoztak, illetve megismerkedhetnek a mi fiataljaink olyan fiatalokkal, akikkel eddig nem találkoztattak, nem volt alkalmuk beszélgetni, korosztályukhoz illő emberekről van szó. Az Egyesület a hatékony munka érdekében hangosítószettet, laptopot, hangpultot, mikrofonokat és kivetítővásznat vásárolt. A rendezvényeken tehát a kézműves műhely is bemutatkozik, agyagozhatnak az érdeklődők, és megismerhetik az itt tevékenykedő fiatalokat. Az elképzelésünk az volt, hogy minden helyi közösséget a községben megszólítunk egy körlevéllel, és megkérjük őket, hogy ők határozzák meg a mi általunk leírtak alapján, hogy melyik rendezvényre szeretnék a mi programunkat meghívni, és így alakulóban van folyamatosan egy eseménynaptár, és ebben az eseménynaptár alapján eddig 3 településen voltunk jelen, Kishomokon, Martonoson és most legutoljára Orromhegyesen. És kihasználom az alkalmat, hogy elmondjam, hogy várjuk a helyi közösségnek a visszajelzését, akik még esetleg ezt nem tették meg. Nagyon szívesen és örömmel megyünk, mindenféle technikai felszerelés rendelkezésünkre áll, tehát tulajdonképpen csak egy helyet, egy alkalmat, egy időpontot kell biztosítani, és mi nagyon szívesen elmegyünk és bemutatjuk az Egyesületet. Az Egyesület mintegy 30 sérült fiatalt fogad a napköziben minden nap, akik a község egész területéről érkeznek. A Gölöncsér műhelyben egy fiatalt közmunkásként tud foglalkoztatni az Egyesület, de tervek vannak a folyamatos létszámbővítésre. Az utaztatási program jó hatással van azokra, akik részt vesznek benne, mondják az egyesületi vezetők és a nevelők. Vannak olyan fiatalok, akik nem is voltak ezeken a településeken, nem is hallottak ezekről a településekről. Számunkra érdekes, hogy utazunk egy bizonyos időt, és még mindig Kanizsa községben vagyunk, és ezeken a rendezvényeken ugyanúgy itt mindig Kanizsán összejönnek az emberek, barátkoznak, beszélgetnek, és ez számunkra érdekes, és számunkra ez egy élmény, és úgy lássuk, hogy jó hatással van az ő természetükre, az ő állapotukra, és az ő mentalitásukra, hogy ismerkednek, és barátkoznak, és új élményekkel gazdagodnak.